Sziasztok! Itt vagyunk most a Erzsébet királyné útja megállónál, a hármas villamosnak, és a régi 67-esnek a nyomvonalát fogom most bejárni, ami itt van mögöttem. Mindjárt mutatjuk, így, hogy ez a jelenlegi vágány, az megy a Mexikói úti végállomás fele. Ott van egy üzemi kapcsolat a kismetróval, amit egyébként pont ma éjszaka használtak toljára, amikor visszavitték a fehér úti nyíltapra, amiről szintén lesz videó, mert ott voltam. Tehát az innen a föld alattiról kiállított járműket visszavitték a kosztukiad, és ott látszik, hogy telkanyarodik a vágány, ez a 69-es meg a 3-as villamosé, és itt volt egy vágánykapcsolat, amit már kiszedtek így a nagy felújításba, az volt a 67-es villamos. Egészen a Tököli útnál ágazott le ez a szakasza, és hát errefele jött tovább. Csinek még megvannak elvileg ott tovább, csak itt az átkötést szedték ki, de ezt majd mindjárt megnézzük. Na hát valahol itt is jöhetett még a sín, és itt valahol így ívve fordult rá így az útra. Hát látszik, ezt már felszedték, de azért itt a felső vezeték tartó oszlopok még megvannak, és használják, és sőt itt még a vezeték is megvan. Hát abból lehet tudni, hogy hol voltak a vágányok. És itt ez a megálló, meg pont így az a vágánytengelybe épült. Hát ez majd akkor fog gondot okozni, hogyha esetleg mégis vissza kell majd építeni ezt a villamos, mert itt vannak rá tervek, és lenne is értelme megcsinálni. De hát de eddig nem. Itt így a felújítás előtt még megvoltak itt a sinek, és ezeket később szedték föl. De hát itt látszik, hogy eddig, és ez volt a régi villamos megálló, itt még látszik a peronja. De a régi megálló az itt volt. Volt egy ugyanilyen valószínűleg a túloldalt is, csak az meg az útfelújításnál tűnt el. És hát itt látszik, itt van tovább. Mondja, akkor ezt a Tököli útig most be fogjuk járni. Igen, így gyalogolunk közben a vágányokon. Hát itt látszik, hogy ezek egy 1973-as TU betonaljak vannak, a sinek pedig 48-asak így ránézésre, de egy olyan évszámot egyiken se láttam. De majd, hogyha látok, akkor majd ezt megmutatom nektek. A villamos történetéről így talán annyit, hogy 1997-ben szűnt meg rajta a forgalom, ezen a szakaszon. Egy picivel talán túlélte a 44-es megszüntetését. Ez 1995 karácsonya szűnt meg a 44-es a forgalom, és akkor még a Tököli úton 67-es az még eljárt eddig. De azt, és amit kérdezik, azt hiszem, hogy 67 V-jelzéssel indult egy pótóbuszjárat, ami egész sokáig ment. Azt hiszem, talán 2008-ban vagy 2009-ben szüntették meg, amikor az 5-ös buszt bevezették ide. És hát a nyomvonalát úgy módosították, hogy jöjjön itt. És akkor az átvette a szerepét. Egyébként, hát maga a pálya még megvan, hát olyan a sineken látszik, hogy nem járt ezen már, vagy több mint 20 éve semmi. Gyakorlatilag a Tököli úti vágány kapcsolat is gyakorlatilag megszűnt, miután a 67-es nem jártam, nagyon használták már se semmire. És hát most már fizikailag is járhatatlan. A Tököli út felől is járhatatlan ez a nyomvonal, meg láttátok a másik oldalt is, mert a... Na igen, itt ment el az 5-ös busz, amiről beszéltem, hogy itt most ez vette át a szerepét a villamosnak. Hát közben itt más érdekesség nincsen. Ezt nézem, hogy valamelyik sinem van-e felirat, de eddig még egyiken se láttam. De hát mindegy, majd jelentkezek, ha van valami. Érkeztünk a másik megállóhoz, amiből maradt némi a maradvány. Ez volt a Korong utcai villamos megálló. Egyébként itt felettünk a vasútban, a nyugati köki között a vasúti pálya, csak itt magas töltésen megy. Szóval ez volt a Korong utcai megálló. Itt látszik még a nyoma. Túloldalt is volt valószínűleg egy ugyanilyen, csak nyilván itt szélesítették az utat, meg itt azért ott is volt felújítás, hát kellett, a hely azért eltüntették. De ebben biztos, hogy ez is valahol itt lehetett egyébként a... Vagy lehet, hogy a buszmegálló helyén volt, nem tudom, még az is lehet, hogy a buszmegálló helyén volt.
Bár azért régebben ebben úgy építették a villamos megállókat, hogy egymás mellé a kettőt. Nem. Csak mostanában jött divatba, hogy ugye eltolva is lehet. Ja, hát igen, azért vonatforgalom az van, azt halljátok, nézzétek meg. Ez egy Intercity, valószínűleg Szegedről, vagy Debrecenből. Itt Intercity posta VHV. Ja, hát ez pedig itt a sima gyalogos aluljáró. A töltésen. Ez lesz egy-kettő. És hát itt van az ötös busznak a megállója, hát. Nem tudom elképzelni, a villamos itt lett volna, de még nincs kizárva. Ott kicsit arrébb nézzétek, ott már azért egész szépen nő a gaza. Na ilyen, de... Na, majd kicsit közelebb megyek és megmutatom nektek azt is. Ezt nézzétek itt azért. Picit elmozdult a sim, mert nincs, ami tartsa. Eltűntek a csavarok. És látjuk is, hát ez annyi, hogy ez... Ezt így megrúgdosom a lába, akkor is kijebb látszik egy kicsit. Hát és itt már látszik ez. Egyébként egy érdekességként így mondom, hogy még a 90-es évek eleje közepe környékén így kitalálták a BKV-nál is, hogy befüvesíteni a villamosvágányt, meg visszebben néz ki. Hogy próbáljuk meg mi is, és a Villányi úton meg is csinálták. Aztán a gyomírtó menetnek nem szóltak, hogy ott nem kéne, és azt is végig szólt a gyomírtóval ugyanúgy, mint mindenhol máshol. Aztán ugye elkönyvelték, hogy nem lehet hüvesített vágányt csinálni, mert látjuk, hogy nem sikerült. Hát, és akkor így sokáig abban maradt a dolog. 2010 óta meg a BKK-nál, hogy kitalálták még a Vitéz érába, hogy hát persze, hogy csináljuk már, meg máshol is van. Szegeden is épült pár évvel ezelőtt egy, akkor miért ne lehetne nálunk is. És azóta is megvan a... Mióta nem gyomírtózzák be a füvesített vágányt, meg is marad. Ott látjuk, hogy azért meg lehet ezt csinálni, és hát igen, itt már azért egyre jobban megyünk bele a gazba. Hát nyilván, mivel ez így el van szigetelve ez a hálózat, többi elemért a fizikailag se lehet ide bejönni. Ezért nyilván a gyomírtó se jár erre. Foglalja vissza a természet. De az a pozitívum megvan, hogy a nyomvonal megmaradt. Tehát elvileg bármikor itt felújítható lenne, a kapcsolatokat visszaépítve pedig használható is. Hát aztán, hogy lesz ebből valami, az más kérdés. Kérdés, hoppá. Hát itt meg... Hát ezt meg így hogy? Jó, még nincsenek összekapcsolva a sinek, az eddig oké, de hát ezt így... Mióta lett ez ilyen? Meg ezek olyan, mintha ezek így frissibe lett itt volna valami csinálva. Meg hová lett innen az ágyazat? De azért az érdekes, tehát nézzétek meg. Másik vágányon semmi baj nincs. Itt viszont, na ez mitől lett ilyen? Na aki erre tudja a választ, az írja meg, mert nem tudom, hogy... Meg mit célból nyúltak egyáltalán hozzá egy 21 éve üzemen kívül helyezett vágányhoz, és így. Hát ennek még sok értelmét nem látom, vagy nem tudom, mit csináltak itt, vagy lehet, hogy csak elvittek némi ágyazatot, mert kellett máshova, de hát akkor is. Ez mindesetre érdekes. És nézzétek, egyébként a betonolajak itt fatiplisek, de az már egyesen kidohalt, és ez az igazi, ez a biztos BKV szabvány, ez a csigás leerősítés. De mindesetre szép. És hát látszik, a csavaroknak azok fogynak, tehát az ilyen... Csavaroknak itt lába kell, szintén elég sok helyen. És hát valószínűleg ez se a pályafenntartás szedte ki, hanem valaki vagy valakik segítettek ezeknek a csavaroknak, hogy lába kelljen. A másik vágányban érdekes módon megvannak. Legalábbis majdnem mindenhol, azért egy-két helyen innen is kiszedték a csavarokat, de azért itt érdekes módon sokkal több megvan. Innen viszont itt... Jövök meg, itt lóg a sínszál a levegőbe. Nem semmi. Semmi leerősítés, de... Hoppá. Ott pedig még ki is mozdult. Hát itt volt egy rövidebb sínszál, amit szintén nem tartott semmi, és... Hát az itt ki is mozdult. Hát igen, ez... Ez tényleg semmi nem tartja.
Azt én érzem, hogy lábbal arrébb tudnám rugdosni. Okay. Hát érdekes ez a szakasz itt a pályának, hogy az egyik vágányon nagyon elbántok, a másik meg gyakorlatilag érintetlen szerintem. Én csak egy pár métert jöttem előrébb, és itt az egyik sínszál már fel is borították. De látszik, elég rendes el is volt már osdásodva, itt a másik sínszál is fel van borítva. Hát itt azért szépen kapták és nem tudtad. Másik érdekes egyébként. Hát nem tudom, lehet, hogy itt volt valami. Inkább azt aztán csak visszahányták ide úgy, ahogy sikerült, mert hát minek építsük rendesen vissza, hát úgyse járik már semmi. Ha meg mégis fog, akkor meg úgyis az egészet át kell építeni, vagy fel kell újítani kompletten mindent itt. És igen. És továbbra is csak az egyik vágány, a másikat csak benövi a gaz, azzal olyan különösebb baj nincsen. Még egyben is van, csak ez. Csak nem tudni, hogy miért, de hát lassan odaérünk a végére. Mindegy, hát ez még érdekes plusz itt még, mintha egy-két alfát is kiszedtek volna, mert ez nem az a tipikus szélességrend, és űribben szoktak lenni a talfák. Itt nagyokat kell lépkedni most így, hogy megyek rajta. Máskor már mindig az a gond, hogy a normál ütemben, hogy gyalogolsz így az aljakon, akkor nagyon kicsiket kell lépni ahhoz, hogy ne mellé lépjél, hanem rá. Ez volt itt. Így néz ez most ki. De hogy ez mitől, meg hogyan. Hát akkor egy gyors visszatekintés ide a vágányra. Hát így megnézve azt mondom, hogy jó, nyilván ez a vágány, igen, de hát a másik az gyakorlatilag érintetlen maradt. Nem nyúltak ehhez hozzá a megszüntetés óta, az biztos. De igazából a nagy akadálya a visszaépítéses lenni, mert nyilván ahhoz, hogyha itt újra forgalmat föl kéne venni ezen a szakaszon, akkor itt újra kéne építeni az egészet, tehát azért nem múlik el 21 év nyomtalanul. Na, ott ment el egy 5-es busz megint, és egyébként itt látszik, ott a vágány, itt van benne egy ív, de majd átmegyek az úton, és majd inkább onnan fogom megmutatni, mert innen nem lehet. És ott csatlakozott be, ott hátrébb a tökölibe. És akkor látjátok, hogy ott itt van, és akkor itt kanyarodott rá, felé csinált egy ívet, és itt volt a vágány kapcsolata a tököli úti pályával itt. Hát itt mindjárt megnézzük, hogy itt mennyi látszik még belőle. De itt is a sínek megvannak. Nyomvonal teljesen jó kivehető, és itt ráadásul ilyen dupla vágány kapcsolat volt, nézzétek meg, hogy bármelyik irányba lehetett innen menni. Tehát itt egy vágány itt, ott még egy vágány, és az egyik az így kanyarodott. Nézzétek meg itt a mert mondtad előtt, még valószínűleg az aszfalt alatt a sínek is megvannak, de ugye itt ott volt középen a villamos sín, tehát az egyik így jött, és akkor a másik nagyon érdekes, és akkor az meg így egy ilyen íve volt kapcsolata a sínne, hát igen, a sínekkel. A tökölén még valamennyire látszanak is a villamos sínek egy-két helyen, ahol nem aszfaltoztak rá, de a sínek végig megvannak az aszfalt alatt. És itt meg a másik szakasza volt, hogy egy vágány, két vágány, és akkor így ívesen csatlakozott be, tehát gyakorlatilag bármelyik irányba lehetett menni. Igen, itt elmegy egy hét át, itt igen, hát a tököli úton meg. Hát most, hogy Decski András mondta az egyik videójában nagyon találóan, hogy ez egy villamospótlás zajlik itt a tököli úton. Folyamatosan jövő buszokkal meg, de, tehát igen, de tehát, hogy ide kéne a villamos, és na, ott nézzétek csak, ott vannak a sinek. Még ott valamennyi látszik a villamos sinekből. Hát az ilyen Bostyák térig így voltokban, így néha megvan, néha nincs meg. De a kapcsolata már ennek sincs sehova, mert a Bostyák téren már nem járható a váltó, meg a túloldalt is megszűnt. Akkor ezt meg megmutatom nektek, hogy itt van a vége. Sinek eddig vannak, hát bár mondom, valószínűleg az aszfalt alatt megvannak a sinek szintén. Nem hiszem, hogy kiszedték volna. De hát akkor ez ennyi lett volna ez a videó, hát köszönöm, hogy megnéztétek. Lesz vége a videó, hát iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, lájkoljátok, ha még nem tettétek, és tetszett, csak akkor nem kötelező, ha nem tetszett, akkor még diszlájkot is nyomtatok rá. Nem sértődöm meg, van ilyen. Nem tetszett mindenkinek minden. Na ezt jól megaszoltam, inkább be is fejezem, mert beszélni se tudok, úgyhogy jó, sziasztok, találkozunk legközelebb.